Nézzük, egy évben hány évszak van? Négy. És mik ezek az évszakok? Tél, tavasz, nyár, ősz. Foglalkozás a Hajdúböszörményi tanodában, az Esze Tamás utcai kincskereső óvoda szomszédságában. A KOMP Egyesület által működtetett tanoda célja a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. 2016. novembere óta működnek, és folyamatosan mintegy 30 gyerekkel foglalkoznak. 2016. novemberében indult a tanodánk, azért hoztuk létre, mert a KOMP Egyesület már régen már látta, hogy ez egy hiánypótló szolgáltatás lehet itt a városban, és nagyon sok igényünk érkezett a felnőttek részéről, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek az iskolai sikerességét valamilyen szinten elő kellene, hogy segítsük, és pont kapóra jött egy ilyen EFOP felhívás, amiben nagyon nagy segítségünkre volt az, hogy a Hajdúböszörményváros önkormányzata támogatott minket, illetve nagyon nagy szakmai támogatást kaptunk a kincskereső óvodától is. Partnerként ugye közreműködnek a tanoda megvalósításában a Hajdúböszörményi általános iskolák. Itt ki kell, hogy emeljük, hogy igazából mindegyik iskolával nagyon jó kapcsolatunk van, rengeteg szakmai segítséget kapunk tőlük, és az igényeket felmérve azért az világosan kiderült, hogy Hajdúböszörményben nagyon sok olyan gyerek van, aki igazából az iskolai sikeresség szempontjából hátrányos helyzetben van. Erre a hátrány kompenzációra próbáltunk reagálni magával a tanoda programmal, és sikeresen pályáztunk erre, mint ugye ezt láthatjuk is, és amikor elindultunk, nagyon-nagyon nagy érdeklődés mutatkozott a gyerekek és a felnőttek irányából is a tanodára. Elmondhatjuk, hogy van olyan tanodásunk, akinek még a szülei is a régi tanodának a diákjai voltak. Érezték azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és próbáltuk úgy összeállítani az egész szolgáltatási portfóliunkat, hogy főként a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma származású gyermekek számára tudjunk segítséget nyújtani. A kompetenciáink, amiket fejlesztünk, az a matematika, logika az egyik legfontosabb, a szövegértés, a tanulási motiváció, illetve a szociális kompetencia. Választhattunk volna még ezeken kívül az IKT-t, illetve az idegen nyelvet is. Egyelőre azokat még nem tartjuk reálisnak azon a szinten, ahol most járunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk, ezek a gyerekek, ahonnan jönnek, nagyon-nagyon nagy hátrányokkal küzdenek meg, és nekünk az a fő feladatunk, hogy ne úgy fejlesszük őket, hogy a harmadik osztályba járnak, hanem ott kezdjük el, ahol valójában tartanak. Egyéni és csoportos fejlesztés. Melynek mi az előnye is, itt a tanodában mi valósul meg? Mindkét fejlesztésnek nagyon nagy szerepe van a tanoda munkájában. Az, hogy fejlesztjük a gyerekeket, nagyon sok dologtól függ. Először a gyerekek egy mérési procedúrán mennek keresztül, ami nagyon-nagyon sokrétű. Nyilván ezeket az említett kompetencia területeket megvizsgáljuk. Bekapcsolódott ebbe egy gyógypedagógus is, aki mindenféle tanulási zavarra történő szűrést megejtette a gyermekeinknél, és összeült a pedagógusokból, a mentorokból, akik szociális szakemberek, illetve a gyógypedagógusból álló team, és készítettek minden gyerek számára egy egyéni fejlesztési tervet. Ebben a fejlesztési tervben szerepel az, hogy mi az a kompetencia terület, milyen óraszámban szükséges a fejlesztése, illetve az, hogy az egyéni vagy csoportos formában történjen-e. Igazából a tárgyi feltételeink mindegyikhez adottak, és nyilván ez a gyerekek motivációjától is nagyban függ, hogy melyikre fognak eljönni. Szeretik az egyéni fejlesztést, mert akkor mindig velük foglalkoznak, de a csoportos is nagyon jó, mert motiválják egymást. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne iskola szagú legyen ez az egész. Pont az a lényeg ennek, hogy a gyerekeink önkéntesen és motiváltan jöjjenek ide, mert azért itt is tanulniuk kell, ez egyértelmű. Nagyon ügyesek, és próbáljuk őket úgy ösztönözni, hogy alternatív pedagógiai módszerekhez nyúlunk. Például itt megemlíthetjük a drámapedagógiát, a társas játékpedagógiát, vagy a projektmódszert is. Az alapoktól kezdünk, hogyha arra van szükség, hogy újra tanuljuk harmadikba a betűket, akkor újra tanuljuk harmadikba a betűket, és ez az, amikor szilárd alapot szereznek, onnantól kezdve fogják ugye sokkal magasabb szinten művelni azt, amit csinálnak. A szövegértés az igazából nem csak a magyarhoz fontos, hanem a matematikához, a szociális kompetenciához, az élet minden területéhez. Ezért van az, hogy játékosan próbáljuk ezeket elsajátítatni a gyerekekkel, és nagyon jó táptalajok, tényleg nagyon lelkesek. 30 főt tudtok mozgatni, mennyire van nálatok teltház?
Mindig telt házunk van szerencsére, várólistánk is van, ezt is el tudjuk mondani, és szerintem ez nem csak azért van, mert itt játékosan tanulunk, hanem azért sok olyan dologgal várjuk a gyerekeket, amelyek őket arra ösztönzik, hogy jöjjenek hozzánk. Nagyon sok olyan családunk van, ahol nem megoldott az, hogy elmenjenek kirándulni, hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Mi ezt is megmutatjuk nekik, hogy ilyen lehetőségek is vannak, elviszik őket állatkertbe, múzeumba, moziba, színházba, illetve szoktunk nyitott tanodai programokat tartani, ahol igazából nem csak azok a gyerekek, akik a tanodába járnak, ismerkedhetnek meg velünk, hanem az ő családtagjaik, vagy egyéb más érdeklődők is. Balogh József a tanoda kezdete óta jár a foglalkozásokra. Én ezt azért tartom jó dolognak, mert megtanulhassuk itten, amit a suliban nem, mert a suliban nem csak velünk foglalkoznak, hanem több gyerekkel is csak velünk foglalkozhat. Melyik foglalkozás tetszik neked a legjobban? Hát a matek, meg a magyar. Hát azért, mert hát a matekot azt szeretem általában a suliba is, a magyart azt nem annyira jobban, de mind a kettő tetszik. Balogh Ármándó most első osztályos tanuló. A tanoda folyamatos kihívások elé állítja. Hát nagyon jó nekem, meg tanárokat nagyon szeretem, meg jó nekem itt, meg nem is tanulom meg itt az iskolába azt, amit itten. Én azért szeretném tanodába járni egy még pár évig, azért, hogy megtanuljam, amit nem tudok, meg itt nagyon jól lenni, mert csinálunk feladatokat, és azután egy kicsi játék. A tanodába járó gyerekek számára nagyon fontos a motiváció. Erre egy sajátos módszer találtak ki, a Pengő projektet. És ez arról szól, hogy amikor egyáltalán bejönnek, órarendszerint érkeznek a gyerekek, akkor ezért már jutalmat kapnak. Ez a pengő, mi találtuk ki, egy pengő, két pengő, öt pengő, tehát ilyen a pénznek megfelelő, és minden hónap végén van egy ilyen pengő vásárunk, amikor elkölthetik ezt a megszerzett pengőt. Kipakolunk kirakodáson, és akkor szépen bevásárolnak belőle, nagyon szeretik. Pengő mikor jár még a gyerekeknek? Jár még az ötösért, a négyesért, és még a hármasért is szoktunk adni pengőt. Ez be van táblázva, hogy miért jár. Aztán, hogyha segít a kistestvérének, vagy segít a barátjának, aki jön vele, vagy a házi feladatot elkészíti, akkor külön jutalmazzák őket a tanárok is, és akkor ők is, hogyha ha jól dolgoznak, akkor adják a pengőt, tehát mindenki adhat. Aki itt jelen van a tanodában, mint pedagógus, vagy segítő, azok mindenki adhat pengőt, úgyhogy jó. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, tehát ez nagyon-nagyon jó motivációs eszköz, behozza a gyerekeket, szeretik, és dolgoznak érte.